Az aratás végén járnak a szabolcsi gazdák szinte 100%-os a betakarított terület. A szabolcsi gazdák a betakarítás kétharmadán már túl voltak, amikor jött a júliusi eső, és sok megyében megakasztotta az aratást. Szabolcsban a viharkárt szenvedett térségekben, a rossban keletkezett kár. Nagy viharkár volt a, a megyékben, ami még nem történt meg 100%-ban a betakarítás, azok sajnos már oda is fognak veszni. Rosból van kint kb. 15 amit a vihar úgy lefektetett, hogy már kicsi kicsirázott, legyökerezett, úgyhogy valószínű, hogy azt már nem lehet takarítani. Ez elenyésző mennyiség, hiszen az idén kiváló minőségű gabonát sikerült betakarítani. A búza minősége az országos átlagtól is jobb. A tavalyihoz hasonló termőterületen vetettek gabonaféléket a gazdák, búzából 4,8, árpából 4,5, rosból 2,9 tonna a termés átlag, ami az elmúlt évihez képest nagyobb termésmennyiség, és csak kevéssel marad el az országos átlagtól. A gabona minőségére nem lehet panasz, viszont a búzát most csak nyomottáron lehet értékesíteni. A malmi búzának, az osztályú búzának az ára 4400-4200 forint körül van, a takarmány búza ez 3600 és 3800 között, de nincs rákereslet, azt mondhatnánk. Így az átlaghozamot betakarító termelőknek veszteséget kell elkönyvelniük az idén. Az itthon termelt 8 millió tonna gabona az ország kenyérgabona és takarmány szükségletét is biztosítja, még exportra is juthat.